Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra ebbe a videóba. A mai napon meg fogunk nézni 7-es darab, tehát 7 darab Apple Watch kiegészítőt, amiket a Wish-ről rendeltem. Hát onnan máshol, mint a Wish-ről, ugye? És most összegyűlt egy olyan adag, egy olyan kollekció, amit szívesen bemutatnék nektek, ugyanis egyrészt árérték arányban ezek nagyon jók, másrészt 2 darab szíj van az Apple Watchhoz, ami egy az egybe az Apple Watch Ultra-nak a szíja, mármint a replika verziója, de szerintem nagyon jó. Egy hátránya van a Wish-es rendeléseknek, hogy kb. Egy hónap alatt jön meg. Vám nekem nem volt, hogyha boltba kéred, akkor nincs vám se. Úgyhogy ennyi, igazából nézzük meg akkor ezt a videót. 7 darab kiegészítő, lássuk! Nos, akkor nézzük az elsőt, mint ígértem, ez egy Apple Watch Ultra Copy C, mint látjátok. Ugye ezt az Apple Watch Ultra-nál láttuk ezt a C-at legelőször. Ugye így néz ki, de a vágóképeken is fogjátok szépen látni. Ugye sárga színű, de több színben van, és mindjárt mutatom az árát. Nagyon jó minőség, elég vastag gumi, eléggé nyúlik, tehát nem esett szét, és ez már egy hónapja körülbelül megvan, úgyhogy azt se lehet mondani, hogy hát nem időtálló. Itt van a másik fele, ugye? Ez itt fém, ez a része, nagyon-nagyon minőség, és akkor rakjuk fel, nézzük meg, hogy néz ki, illetve az árát is nézzük. Nos, az első dolog, ami itt kérdés szokott lenni, hogy vajon rámegy-e? Egyébként mindegyik szépen csatlakozik. Ugye az Apple Watch-okra úgy lehet szíjat rátenni, hogy így belecsúsztatod, és kattal egyet, amit nem hallottatok, és igen, belement teljesen jó, tehát a csatlakozást is jól le tudták másolni. Gyakorlatilag így néz ki, szerintem nagyon brutál jó, úristen, de gyönyörű. És látjátok mennyire, hát azt nem tudom, hogy a minőség mennyire jön ki, de nagyon jó a minősége. És igen, egyébként nagyon kirívó szím, és lebettem kicsit a fényerőt, itt a lámpák fényerejét, és nézzétek meg, hogy mennyire világos, fényes, nagyon vonzza a szemet. Úgyhogy ezt tényleg akkor szoktam hordani, amikor úgy, hát szürke nap van, vagy olyan kedvem van, hogy jobban ki szeretnék tűnni. Én erre 10-es listán 9-et adnék, de csak azért 9, mert van egyel kényelmesebb is, legalábbis nekem. És akkor nézzük az árat. Jelenleg 368 forint maga a termék, és 279 a szállítás, ugye Kínából postázzák. Úgyhogy hát egy ilyen 700 forintos mutatvány. Na most, hogyha ezt a mondjuk megveszed a mit tudom én melyik plázába a kereskedőtől, valószínűleg ugyanezt árulja, akkor simán elkér 5000-et is. Szóval ezért mondtam, hogy szerintem érdemes Wish-ről rendelni, hiába kell várni egy hónapot. Ez volt az első Apple Watch Ultra C, nagyon-nagyon szeretem. És itt is van a következő Apple Watch Ultra C, ez a gyönyörű, szép zöld, és fel is ismeritek szerintem. Ez is volt az Apple Watch Ultra reklámjában, ugye, amikor bemutatták. Hát ez is egy kopi nyilvánvalóan, de nagyon minőségi ez is. Nem tudom, mennyire látszik, hogy ez itt fém, nagyon jó minőségű. Ez lehet, hogy egy kicsit drágább, de az árat a végén megnézzük. És ez is nagyon jól illeszkedik, de akkor rakjuk bele. Ó, nagyon jól befogadja ez is. Na és karon így néz ki, ugye meg kell húzni. Berakjuk itt ebbe a kis lyukba, és ez tudja, hogy nem fog kimozogni, tehát nem fog kicsúszni. Ugye ezek a szíjak arra valók, hogyha mondjuk extrém sportolsz, vagy sportolsz vele, akkor fixen álljon a karodon. Például a pulzusmérés miatt is jobb, hogyha fix a karodon, és nem mozog össze-vissza, mert pontosabb a pulzusmérés is. És hát a dizájn az így néz ki, nagyon kényelmes, nagyon puha. Szerintem férfias is, tehát így, hogyha ránézünk, akkor egyetem nőies ez a szíj. Tehát ez nekem így kifejezetten tetszik is. Kicsit olyan katonai ez a zöld, de van több szín, és akkor nézzük meg az árat. Erre is egyébként egy 9-est adnék a 10-ből. Nagyon bejön, de van egyel kényelmesebb nekem. És itt van ez a termék. Igen, ez drágább volt, ez 710 forint maga a termék, és akkor a szállítás 534 forint. Én 1800 forintot fizettem érte szállítással együtt. De itt van ez egyébként. Úgyhogy 1800-at is nagyon megér, mert látjátok, hogy a minőség az jó, tehát itt rá is zoomolok nektek, hogy nagyon jó. Nem hiszem, hogy ezek el fognak itt szakadni róla, elég stabilnak tűnik, úgyhogy megér még ennyit is. Következő szíja az rögtön 3 is, mert 3 ugyanolyan, csak más színből. Ezek, ugye az Apple Watch Series 6-ba jött be ez a típusú szíj, amikor egy ilyen, hát ilyen loop, ők úgy hívják, önmagában csak ennyi, és akkor az körbe öleli a csuklódat. Nagyon kell figyelni a megfelelő méretre. Nekem az SS jó, mert én szeretem, hogyha kicsit szorosabb. Pedig a csukló méret az szerintem hát átlagos, tehát nem SS, na mindegy. Úgyhogy ezek, hát ez sima, igazából sima textil szíj, elég ruganyosak.
És akkor mindjárt felrakom az egyiket. A lila az elég kirívó, tehát azt elég sűrű hordtam, de azért megnézik, észreveszik az emberek. Ez konszolidált a fekete. A narancssárga az ilyen nyári flash, ez pedig, hát ez is kirívó egy kicsit. Ezt nem régóta hordom, de azért szerintem ez is így feltűnik az embereknek. De akkor rakjuk fel valamelyiket, és akkor mindjárt beszélek még róla. Felrakom a színeset, a csatlakozás jó, rámegy. Igaz, ez műanyag, tehát ez, igen, itt érezni egy picit low budget, de maga a szíj az nagyon jó, ugye tágú, rendesen ráment, mint látjátok. És gyakorlatilag így néz ki, szerintem brutálisan jól néz ki vele. Tehát nem tudom, nekem nagyon-nagyon bejön. A többi szín is egyébként, de ez a színes is. És akkor felvenni meg egyszerűen csak így kell. Mondom, ez a Series 6-ban debütált igazából. És akkor így néz ki. Na, ennél kényelmesebb szíjat életemben nem láttam még. Tehát annyira jó, hogy itt nincs semmilyen benyomódás, vagy értitek, semmilyen csatlakozási pont, hogy így át kell dugni, hanem csak rámegy a csuklódra, és csak úgy van. Ez a legkényelmesebb szíj, amit valaha így tapasztaltam. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy ezt próbáljátok ki, csak a méretet nagyon le kell mérni. Vannak segédletek erre, hogy kell lemérni, de ez nekem a 10/10-es szíj. Ezért is jelentem belőle ugye több szint is. Úgyhogy ez nagyon-nagyon bejött, és akkor nézzük az árat, hogyha már elárultam egy 10/10-es, akkor nézzük az árat. Ugye itt is van a termék, 4,19 a terméknek az ára, és a szállítás az 3,14. Tehát ez is olyan 1000 forint körül van egy darab, hát 1000 forintot bőven megér. Ez bőven megéri, csak a méretet nézzétek meg, tényleg az egyik kedvencem lett. Az összes szín egyébként nagyon jó, szerintem, amit küldenek. Tehát, hogyha narancssárga, látjátok, az is nagyon szép. Fekete az konszolidált. Hát ez a lila, ez érdekes, de nekem még ez is tetszik. Szóval a színeket elég jól eltalálják, elég jól ki lehet itt választani az oldalon. Következő a North Face szíj, és ezt poénból vettem meg, mert mennyire nem North Face egyébként. Látszik is rajta, hogy kicsit halvány itt a rányomtatott betű. Tehát nyilván ez is egy replika, egy hamisítvány. Lehet, hogy a North Face árul szíjat, és ez pont így néz ki, nem tudom, nem néztem utána. Ez egy sima szilikon szíj, nem tudom, hogy ez le fog-e kopni. Erre inkább egy 10/6-ot adnék, pont azért, mert picit halványabb a nyomás rajta, és egyébként meg egy szimpla szilikon szíj, ahhoz képest pedig drága, de ezt mindjárt megnézzük. Na mind egyébként pofás, tehát így néz ki, elég pofás. A karon is elég jól néz ki, de mindjárt fölveszem. Na és akkor karon így néz ki, egyébként nem néz ki rosszul, tehát hiába húztam le egy kicsit, hogy csak 6-os, ezt igazából arra mondtam, hogy hát nem tudom, itt látjátok, hogyha közelről megnézem, hogy kevésbé minőség itt a rányomtatás. De ettől függetlenül így a karomon jól néz ki, és ez egy sima szilikon szíj, amik elég időtállóak egyébként a szilikon szíjak, még a kínaiak is. Úgyhogy nézzük meg az árat, mert az egy érdekes dolog lehet. Itt még Never Stop Explore, még az is ki van írva. Tök jó. Nos, ez 1748 forint, ugye a termék, és van vele egyébként sokféle szín, tehát van ilyen lila is, meg zöld, meg fehér, amit rendeltem. És a szállítás az 1316, azaz egy gyors fejszámolás. Szóval ez egy 3064 forintos szíj, így jelenleg, ami változhat is, tehát ez a jelenlegi állás. Amihez képest szerintem a kidolgozása nem jó. Ezért is adtam neki 6 pontot, tehát így már értitek, hogy miért. Egyébként nincs vele semmi baj, meg ezt biztos, hogy fogom hordani, csak igen, 3064 forintot nem ér meg, mondjuk a felét úgy megérné. Úgyhogy menjünk tovább a következőre. A következő az egy szimpla mágneses szíj itt van, de ez is egy kopi, mert ez is van eredeti verziója ennek is, azt hiszem az Apple árulja. Ez egy ilyen bőrhatású anyag, és mágneses. Tehát úgy megy rá, hogy látjátok? Mágnes által. Tudom, hogy sok ember szereti ezt a fajta szíjat, én kevésbé sajnos, de azért tettem egy próbát vele, és nézzük meg akkor a tesztet. Ja, egyébként nagyon minőségi, itt ez fém. Tehát ez nagyon minőségi, arra nem tudok panaszkodni. A szíj kidolgozása jó, az anyag is nagyon puha. Így néz ki, nagyon-nagyon elegáns, tehát azt kiemelném, hogy nagyon elegáns. Akár egy színházba elmész vele, tökéletes. Ugye mivel mágneses, ezt elég különleges fölvenni, ugye ráhajtjuk itt ezt a felét, és akkor
ráhajtjuk a másik felét is, valahogy így ügyesen meg kell oldani, és akkor látjátok, így rögzült is. Na most erre én csak egy kettest adnék. Sajnos, én nem szeretem azokat a szíjakat, amik nem szorulnak rá a karra. Tudom, hogy van olyan, aki szereti, például édesapám is szereti, hogyha így leng a karján az óra. Én nem, úgyhogy erre azért adok hármas, mert nekem személy szerint annyira nem tetszik ez. A mágnes egyébként erős, de hogyha már egy ilyet csinálok, akkor képes ugrani egyet, szóval nekem ez nem igazán jött be, nem az én világom ez, pedig azért néha nem árt egy elegáns szíj azért, tehát így szerintem jól néz ki maga a szíj, de egyébként az Apple Watch testben is láttatok ezt a szíjat, fölvettem, tehát így kamerán tök jól néz ki, meg így alapvetően jól néz ki, csak nekem így lejön a karomról, és nem szeretem, hogyha így leng a karomon. Ugye ez is többféle színben van, 1072 forint plusz 800 a szállítás, hát 1800 forint. Szerintem annyit megér annak, aki szereti ezeket a mágneses szíjakat. Lehet, hogy valakinek egyébként ez teljes mértékben megfelel, és lehet, hogy valaki azt mondja rá, hogy szuper. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ez senkinek nem válik be, nekem nem. De 1800 forintba kerül. Az utolsó kettő egy keret lesz, ugye ez a piros, illetve egy ilyen üveg, egy ilyen védő tok gyakorlatilag, úgyhogy ezt a kettőt fogjuk megnézni. Hát a keret a legegyszerűbb, ugye, csak rárakjuk, és akkor gyakorlatilag ad egy keretet, egy bumpert az Apple Watch-nak. Ezt nem hordom, megmondom őszintén, nagyon viccesen néz ki ezen az órán szerintem. Én nem gondoltam, hogy ilyen piros lesz egyébként ez, tehát picit másra számítottam. Picit talán azt mondanám, hogy ilyen játék órával teszi az Apple Watch-ot. Na most ettől függetlenül, ha olyan helyre mennék, ahol kell védenem az órát, akkor lehet, hogy hordanám, mondjuk egy bicikli túrán, bár a kijelzőt nem védi semmi, csak az oldalát. És hát ugye inkább a kijelzőt kellene védeni. Na mindegy, igazából nem rossz, csak ez a szín nekem nem jön be. Komolytalanná teszi ezt a nagyon komoly okos órát, de tényleg úgy érzem, mintha valami játékóra lenne. Tehát emiatt se tudok jó pontszámot adni. Nálam ez sajnos egy ilyen, hát szintén egy kettest ért el, mert azért nem rossz, funkcióját ellátja, de nekem nem tetszik annyira. Mármint így a külalak meg a szín. De azért nézzük meg az árát. Itt is van a termék, ha betölt, nagyon sokféle szín van, tehát lehet, hogy érdemes nektek megnézni, van átlátszó is, lehet, csak én nyúltam mellé a színnel. 354 forint maga ez a kis tok, és 267 forint a szállítás, tehát ez végül is egy ilyen, hát 500, kicsit több mint 500 forintból megvan. De ez igazából csak egy műanyag darab, tehát semmi extra, de lehet, hogy más szín egyébként jól néz ki vele. Na, a következő akkor egy üveges verzió, ez azért tetszik, mert védi a kijelzőt végre valami. Próbálkoztam fóliákkal, de egyszerűen nem, egyik fólia se volt jó az Apple Watch-ra. Nem volt az igazi, úgy mondom, viszont hogyha ezt fölrakjuk, akkor van az üvegnek egy védelme, és akkor gyakorlatilag így néz ki. Nem is rondítja el szerintem annyira, a fekete sokkal jobban néz ki, mint a piros, és végre az üveget védi valami. Ugye itt ugyanúgy érzékel a kijelző, tehát ezzel nincsen gond, kicsit bumszlibb lesz tőle az óra, meg ugye hát a fém az nem látszik ilyenkor, mert műanyag a borítása, de ettől független ez nagyon jó. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy megyek egy kerékpártúrára, vagy valamilyen túrára, akkor simán felrakom, mert félni fogok attól, hogy megkarcolódik a kijelző. Úgyhogy ez 10/10 nekem legalábbis, mert lesz olyan szituáció, amikor tényleg ezt így rá fogom tenni. És akkor nézzük meg az árát, mert ez egyébként tényleg nagyon szuper kis kiegészítő. És akkor itt az ára, látjátok, van egy csomó szín. 355 forint plusz 267 a szállítás, hát olyan 600 forint körüli. Hát annyit nagyon megér. Annyit nagyon megér, még akkor is, hogyha csak párszor rakod föl rá. Én ezt mindenképp ajánlom, hogy vegyetek egy ilyet, mert tényleg vigyázni kell ezekre a kis kütyükre. Nagyon könnyen sérülnek, legalábbis az alumínium modellek. Nagyon könnyen karcos lesz a kijelző. Na, úgyhogy ez volt az utolsó vises beszerzésem. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ennyi kiegészítőt szerettem volna nektek bemutatni, és ebből is látszik, hogy nem kell félni ezektől a vises rendelésektől, mert elég jó minőséget képviselnek. Még a mágnesesre is, amit ugye lehúztam, meg a személy szerint nekem nem jön be, még a mágneses is egy tök jó minőség, és az mondjuk nem is volt annyira olcsó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Legyetek jók, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!